Köszöntöm Önöket, a fogadórát látják. Júniusban került megrendezésre Rákoskert napja, amely a kerületrész legnagyobb közösségi rendezvénye, melynek újfent a Platánsor adott otthont. Hogy a szervezők milyen programokkal készültek a kilátogatók számára, erről fogok többek között beszélgetni vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban Hatvani Zoltánt, Rákoskert önkormányzati képviselőjét. Jó napot kívánok, köszöntöm Önt és a tévénézőket. És akkor kezdjük Rákoskert napjával, ahogy beharangoztam, de természetesen emellett ismét számtalan témánk lesz majd a beszélgetés során. Amelynek újfent ugye Rákoskert napjának ismét a Platánsor adott otthont, mondhatjuk, hogy visszatért a méltó helyszínére, ez pedig méltó programok is párosultak? Mondhatjuk, igen, ön is jól érzékelt ezt. Tímmel Ede képviselőtársammal sokat gondolkoztunk ezen, hogy tudjuk-e vállalni itt a megnövekedett költségeket, de aztán hál' Isten a képviselői keretet a költségvetés elfogadásakor 1 millió forinttal megnövelte polgármester úr, így most 15 év után nem 10 millió a keret, hanem 11, és Edével úgy döntöttünk, hogy ezt a többletet mind a ketten Rákoskert napjára fordítjuk. Így a művelődési ház, aki ugye a szakmai felelőse, gazdája ennek a programnak, el tudta azt vállalni, hogy visszavigyük a rendezvényt, a születésnapot, hiszen ez Rákoskert születésnapja ez a rendezvény, a Platánfasorról, úgyhogy 10 éve álmodtuk meg először ezt a programot, így persze kimaradtak évek, tehát inkább 12-13 éve álmodtuk meg, akkor a Platánfasorra és a jubileumi emlékpark mellé, most végre így a 10. alkalommal, a 90. születésnapon visszakerült ez a rendezvény oda, ahova meg lett álmodva a Platánfasorra. Ahogy pedig mondtam, ez méltó programok is párosultak, ha csak a színpadi fellépőket nézzük, kiket tudna felsorolni? Kis Kata zenekar volt nekem egy szívem csücske zenekar, hiszen ők egy rákoskerti együttesről van szó. Jó pár éve már Rákoskerten laknak, és többször láttam őket a kerületben is, meg máshol is, és örültem, hogy most itt Rákoskerten hazatértek, hazajöttek, és itt adtak egy nagyon nívós koncertet. Az Illés Emlék zenekar nekem azért volt emlékezetes, mert évekkel ezelőtt ők már meg voltak hívva ide a Platánfasorra, de akkor ezt a nagy koncertet az eső elmosta, bevittük a művelődési házba, ahol 40-50-en hallgattuk ezt a koncertet, és hát ez többet érdemelt ez az együttes. Na, itt most több száz ember előtt tudtak zenélni. Nagyon jók voltak a délőtti programok, pici gyerekes anyukákkal, apukákkal beszélgettem. Nagyon szerették, nagyon élvezték a gyerkőcök, olyan nagy színpadon olyan gyerekműsorokat láthatnak, amit különben nem nagyon. És hát az egész Platánfasoron, a téren, a jubileumi emlékparkban azok a attrakciók, kiállítók, kézművesek, hagyományőrzők, büfék, sörösök voltak, akik tényleg erre a napra ide kell, hogy eljöjjenek. És hát nagyon fontos, hogy Klein Marianna, a vigyázó művelődési ház vagy központnak a vezetője nekem azt ígérte, hogy minden, ami az elmúlt években jó volt, az lesz most is, tehát retrobusz, idegenvezetéssel, Szelepcsényi Sándor a polgári kör elnöke volt az idegenvezető, lovaskocsikázás, gumikerekes kisvasú, tehát mindentél ugrálóvár, tehát amit lehetett, azt itt a művelődési ház most hozta. Úgyhogy az időjárással is szerencsénk volt, nem is volt meleg, pici-pici csöpörgő eső, úgyhogy én azt gondolom, hogy az a 800-900 ember, aki ott volt, ők jól érezték magukat. A rendezvény pedig én magam is meg tudom erősíteni, hogy fantasztikus volt, hiszen én is kint voltam. Nézzünk akkor egy következő témát, ugye korábban már beszéltünk róla, hogy Rákoskert is csatlakozik a járda építési, járda felújítási programhoz, ugye ön bekért kritikusnak számító utcákat, megtörtént az összesítés, és megvannak a konkrét helyszínek. Milyen helyszíneket tudnak kiemelni? Idén először valóban azt a megoldást választottam, hogy nem én adtam meg az önkormányzatnak olyan helyszíneket, ahol szerintem rossz a járda, hanem a lakókat kérdeztem meg, az ott élőket, ehhez a képviselői Facebook oldalamat használtam, volt egy bizonyos időkeret, amin belül vártam a javaslatokat. Nagyon sok, talán 70-80 javaslatot kaptam, ezek körülbelül 20 helyszínre vonatkoztak, és ebből a 20 címből, helyszínből választottunk ki, aztán az önkormányzattal leginkább annyit, amennyi a keretünk volt, amennyit finanszírozni tudtunk, úgyhogy egy viszonylag nagy szakasz épült a Sáránd utcában, nagyon hosszú, talán 5-6 ingatlan előtt tudtunk járdát építeni a Görömbölyi utcában, ami nagyon fontos, mert a Görömbölyi utcában lakik egy kedves hölgy,
20-25 éve hallom tőle, hogy ő mindig, amikor gyalog megy haza a Sáránd utca felől, ott soha nincsen használható járda. Na most a Sáránd utcától már a Görömböly utca közepéig eljutottunk, úgyhogy ha minden jól halad és jövőre megint lesz ilyen járdaépítő program, akkor fogunk elérni az ő házához. Ő egész a dombtetőn a Pányva utca magasságában lakik. Épült járda aztán a Gyöngyfüzér utcában, épült járda a Bodonyi utcában, és azért mondom a múlt időt picit bizonytalanul, mert tegnap azt láttam, hogy a szegélyezés és az alapozás, a beton alapozás megvan. Szerintem az aszfalt most egy pár nap múlva érkezik, és akkor azt mondhatjuk, hogy most idén, amit lehetett Rákoskerten járdára elkölteni, az én körzetemben azt elköltöttük, polgármester úrnak hála, hiszen a lakók nem is tudják, hogy itt egy-egy méter, egy-egy folyóméter járda milyen sokba kerül, de hál' Isten a költségvetésben most erre volt keret, úgyhogy most nagyot léptünk előre ezen a területen is. Hasonló jó hír, hogy az út javítási programban is tevékenyen érintett lesz Rákoskert, itt is jó pár utcáról lehet szó, viszont egyelőre még csak egyet tud konkrétan mondani, melyik lesz ez majd? Pásztorfalva. 10 utcát kért tőlem polgármester úr, a 10 legrosszabb utcámat kellett megadni, sajnos Rákoskerten a korábban szórt bitumenes technológiával fedett utcák javarészt már olyan minőségű, hogy újra hozzá kellene nyúlni, vagy kátyúzni, vagy egy aszfaltréteggel ellátni. A legrosszabb a Pásztorfalva, és erre már ígéretet kaptam, hogy ez elkészül, ez a Vidadombi játszótér előtt lesz meg, és van még a Tarsolyban 2-3 utca, aminél már 99%, hogy meg lesz, nem merem még mondani, de júliusban elindulnak az aszfaltozó gépek, ez útjavítás, tehát nem útépítés, egy kis kárpótlást jelent nekünk azért, hogy korábban útépítésre kaptunk kis 600 milliót, de aztán azt visszavette a miniszterelnökség, úgyhogy egy pici-pici kárpótlás most ezért fog bennünket érni, hogy nem két új útunk újul meg, ami különben nem a legrosszabb állapotú volt, csak azoknak volt terve vízjogi engedélye, hanem én remélem, hogy legalább 3-4 utcánk megújulhat. Ez kívülről ránézve ugyanolyan minőséget jelent, de nem érinti a vízelvezetést és a zöld felület megújítást, de az, ami a lakóknak, az autósoknak fontos, az megújul az aszfaltréteg. Ha már egy konkrét utcát mondott az előbb, akkor én is egy konkrét utcával szeretném folytatni. Egy régóta fennálló probléma oldódhat meg a Szigetcsép utcában. Mi ez a probléma, és hogyan fog megoldódni? Minden hónapban 8-10 lakótól kapok egy-egy kértést, akár messengeren, akár e-mailben, hogy na Zoltán, mikor kezdjük már a Szigetcsép utcának a forgalom lassítását. Akik nem tudják, tavaly áprilisban lezárult egy ilyen kis helyi véleménybekérő szavazás, a lakók többsége úgy döntött, hogy legyen fekvőrendőr az utcában, korábban virágládák voltak elhelyezve, és ez lassította a forgalmat, de azt kell látni, nem volt elég. A jobbkezes utcákban 80-nal úgy mennek végig az őrültek, ahogy azt nem lenne szabad, és nagyon balesetveszélyes, úgyhogy ezért a döntés megszületett, a tervek elkészültek, ezt az önkormányzatunk finanszírozta, és polgármester urat minden héten megkérdezem, hogy Tamás, megjöttek már az engedélyek, még mindig nem. Fővárosi szakhatóság fogja megadni az engedélyt. A tervek olyanok, amiket ők elvárnak, úgyhogy én most már nem merem azt mondani napok, de heteken belül várom, hogy megjöjjenek az engedélyek a BKK-tól, és akkor megindul a forgalomosító küszöbök kiépítése. Szigetcsép utcában 5 darab, és az Aknász utcában 1 darab fog épülni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek olyan magasak lesznek ezek a tervek alapján, ezek a forgalomosító küszöbök, hogy épesző ember azon 20-nál 30-al többel nem fog tudni átmenni, és aki meg kerülő útnak használja a Szigetcsép utcát, szerintem azoknak meg eléggé el fogja venni a kedvét, hogy ők inkább a Pesti Zrínyi utcán menjenek mondjuk Kertről Csabára vagy Csabáról Kertre. Nagyon várjuk, polgármester úr támogatása megvan, a költségvetésben a pénz megvan rá, várjuk az engedélyeket. Még mindig közlekedés, és ugye erre már nem várunk, hanem a következő dolog, amiről beszélni fogunk, már megtörtént. Új konvex közlekedési tükör került telepítésre a Zrínyi és a Nyomdász utca sarkára. Mi indokolta ezt? Nagyon sokan használják ezt a csomópontot, és valóban, hogyha a Nyomdász utcából az Zrínyi utcához érünk, akkor balra lehetetlen, Ecser felé jóformán lehetetlen benézni, mert ott kialakított a főváros évekre ezelőtt egy parkoló sort, és hogyha ott mondjuk egy nagyobb furgon parkol, vagy egy magasabb autó, akkor nem lehet belátni balra. Ez volt az indok. Én nem járok soha azon a környéken autóval, úgyhogy nekem ez nem tűnt föl, de szerencsére a Nyomdász utcából jó pár lakó megkeresett ezzel.
kapcsolatosan, hát már azt mondom, hogy lehet, hogy egy erős fél éve. Ugye ez is egy olyan terület, amit mi, mint önkormányzat, mi, mint kerületi önkormányzat nem építhetünk, itt is támogatás, segítséget kellett kérnünk, hiszen főútvonalról volt szó, vagy van szó a fővárostól. Hát nyögve, nyelve, nehezen kaptuk meg az engedélyt, mert amikor a BKK szakemberei kint voltak, akkor a parkoló üres volt, és azt mondták, hogy nem indokolt a tükör, hiszen balra Ecser felé is, meg jobbra a Kucorgó felé is tökéletesen be lehet látni a kereszteződést. Harmadik, negyedik nekifutás, aztán végre ott állt egy fehér nagy furgon, és akkor azt mondták a BKK-sok, hogy oké, jogos, de ők nem finanszírozzák. A mi városüzemeltetési irodánk viszont azt mondta, hogy a költségeket ők vállalják, hiszen indokolt ennek a tükörnek a telepítése. Úgyhogy most egy-két hónapja megjelent ott a Zrínyi utcában a tükör. Hát vicces emberek azért vannak itt is, hiszen ahogy elkészült a tükör, és már éppek, hogy kezdtünk neki örülni, másnap, harmadnap azt vettük észre, hogy a tükör el volt forgatva, és a Nyomdász utca felől csak a tükörnek a fonákját láttuk. Kértük a BKK-t, hogy állítsák be, ők viszonylag hamar beállították, úgyhogy most működik és használható. Hát most már ez a negyedik tükrönk Rákoskerten, ami a forgalmat, a biztonságot, a főútvonalra való kihajtást segíti. Ha van még ilyenre szükség, akkor kérem a lakókat keressenek meg, mert úgy látom, hogy azért a BKK-nál is fontos ez a terület, fontos a biztonság, úgyhogy ha nehezen is, de támogatják ezeket a kéréseinket, és teljesítik is ezeket a kéréseinket. Még mindig közlekedés, de már zárjuk tulajdonképpen ezt a blokkot, és visszakanyarodva az útjavításokhoz, az Erzsébet körúton valósultak meg munkálatok, milyen jellegűek? És azért mondja mindig ezt a közlekedést, mert jogos, Rákoskertnek azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb problémája ma a közlekedés, olyan szempontból, hogy nagyon sokan vagyunk Rákoskerten, ugyan tavaly szeptembertől már nem lehet kétlakásos lakásokat építeni, egy normál méretű telekre próbáljuk ezzel is visszafogni a beépítéseket, de hál' Isten, vagy szerencsére, vagy sajnos az emberek most már egy négytagú családban minimum három autóval rendelkeznek, tehát ez a közlekedés örök téma lesz, szerintem, hogyha 10 év múlva ide hívnak engem is, akkor is erről fogunk tudni beszélni. Erzsébet körúton vagy a szennyvíz csatornának a gerincvezetéke sérült, vagy a víz-ivóvíz csatorna, ivóvíz vezeték gerincvezetéke sérült, ezért szivárgás volt, meg van rendszeresen az Erzsébet körút alatt, ami miatt a gerincvezetékek fölött mindig megsüllyedt az útpatka. Csatornázási művek, vízművek felé jeleztük a problémát, ők egymásra mutogatnak, polgármester úr megunt, és azt mondta, hogy ki kell javítani ezt a veszélyes megsüllyedt útburkolatot. Most ennek lehettünk szemtanúi az Erzsébet körúton. Nagyon okosan gondolkozott a városüzemeltetési iroda, mert megvárták, hogy a Kossuth iskolába beköszöntsön a nyár, ahogy minden iskolába, és másnap kezdték el a munkálatokat. Különben az Erzsébet körúton 4-500 autó halad el reggel is az iskolától, meg délután az iskola felé. Úgyhogy ezt a forgalmas időszakot megvártuk, és amikor már nem volt ilyen forgalom, akkor javították ki. Ha ma az Erzsébet körúton közlekedünk a Vasalbertértől fölfelé, mondjuk a Vidadom felé, vagy a Rákoskert-Csugár út felé, akkor ezek a gerincvezeték fölött megsüllyedt útburkolati hibák, ezek már ki vannak javítva. Azt tudom, még itt a témánál maradva, hogy nagyon sokat jár a kerület részben, szinte minden nap gyakorlatilag. Mik a visszajelzések egyébként ezekkel a beruházások? Akár itt a konvex tükörrel kapcsolatban, akár ezzel kapcsolatban pozitívan fogadják az emberek? Mindig azok fogadják pozitívan ezeket a fejlesztéseket, akinek az utcájában történik. Most útépítés, útjavítás köz kapcsán a Gyöngyfüzér utcásokkal, Gyöngyfüzér utcában lakókkal sokat egyeztettem, ők mindig azt mondták, hogy az ő utcájuk a legrosszabb, és kár, hogy nem épül meg, nem javul. Én közben a Rákoskert utcában is sokat járok, ami jóformán járhatatlan. Tehát mindenki annak körül, hogy a saját utcájában lesz egy fejlesztés, érthető, hiszen mondjuk a Rákoskert utcában ő nem közlekedik. Nekem más egy kicsit a szerepem, hiszen pargondnokokkal mozgolódom, Rákoskert 19 pontján, Rákoskert közepén lakom, Sáránd utcán sokat közlekedem, egy ottani ABC-ben vásárolok, az iskolába rendezvényekre meghívnak, művelődési házban mindig van program, Asher színházban, tehát én valóban a 40 utcám közül szerintem 30-at hetente biztos, hogy bejárok, én minden utcának örülök, hogyha minden utcában van javulás, fejlődés. Kell még egy 8-10 év, és akkor elmondhatjuk, hogy most már minden utcában elégedettek a lakók, mert vagy a járda, vagy az út, vagy a vízelvezetés megoldódott. Az, hogy minden megoldódjon, ahhoz még sok-sok évtized kell, hogy elmúljon.
de el fog jönni az az időszak is, és akkor meg majd keresünk más feladatokat Rákoskerten. A Gyöngyfüzér utcát szóba hozta, és ez kiváló átkötés nekem a következő témánkra. Ugye valóban itt is zajlanak most munkálatok, járdaépítés és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban, viszont a munkálatok révén téves, félrevezető információk jelentek meg egy rákoskerti Facebook csoportba, amit fontos elmondani, nem az ön nevéhez kötődik ez a csoport semmilyen módon. Mik voltak ezek a téves információk, és sikerült-e elsimítani az ügyet? Az elsimítás, én azt gondolom, vagy azt tartottam megoldásnak, hogy szó szerint idéztem ezt a bejegyzést a saját képviselői oldalamon, és leírtam azt, ami szerintem az igazság, mert nem mindig az enyém az igazság, és én elfogadom, hogyha valaki azt mondja, hogy az ő általa leírt dolog az igazabb, mint az én általam leírt dolog. Az egészből csak azt szerettem volna kihozni itt a Facebookon, hogyha valakinek kérdése van útjavítással, útépítéssel, járdával, vízelvezetéssel kapcsolatosan, akkor keressen engem. Picit félrevezető módon az jelent meg ebben a bejegyzésben, hogy az illető lakó, aki ezt a posztot készítette, évek óta kéri az önkormányzat segítségét, mondjuk vízelvezető vagy szikasztó árok kiépítése kapcsán, és még választ sem kap. Picit szóba jött a bejegyzésben, hogy egy víz elöntést gátló küszöböt is épített az önkormányzat. Én azt gondolom, hogy minden kérdezőnek, minden kérdésre próbálok felelni, nem nézem az utcát, minden utcában muszáj a fejlesztés, ahol indokolt, ott tényleg próbálok előrelépést elérni. Én ebben éreztem itt egy kicsi félrevezetést, ráadásul ugye megemlítette a poszt írója azt is, hogy korábban arról volt, hogy itt egy út építés lesz, de a pénzt elvitte a háború, vagy Brüsszel, vagy gazdaságpolitika, engem ez nem érdekel, hogy mi vitt el, mindenki azt szerint mondja ezt, amiben hisz. Egy volt a lényeg, hogy azt, amit kaptunk támogatást erre az útépítésre, azt visszavonta a miniszterelnökség, nekem ez volt a fontos. Nem apránként építjük meg most az utat, kicsit ez derült ki ebből a téves posztból, hanem járdépítő program során kaptam javaslatot, hogy ott építsünk járdát, ott javítsunk járdát. Ez történik meg, ennek semmi köze nincs ehhez, hogy korábban volt terv az útépítésre. Ennyi csak a lényeg, én nem akarom megbántani a másik posztnak az íróját sem, ugyan egy hosszú szóváltásba keveredtünk ott a Facebookon, szerintem többet az életben nem fogjuk egymást keresni, nyilván ha én találkozom vele, akkor ráköszönök, majd meglátjuk, hogy fogadja a köszönésemet, de azt azért érdemes tudni, hogyha bármi kérdés van, akkor tényleg mindenki kérdezze meg a szomszédot, meg az ott lakót, de érdemes megkérdezni a képviselőt is, mert a legnapra készebb információkkal szerintem ő rendelkezik. Végül, de nem utolsó sorban, ugye a polgármester úr júniusban jelentette be a képviselőtestületi ülésen, hogy a Rákosmentei is csatlakozik a Magyar Posta ZRT Postapont programjához. Hogy ennek pontosan mi a lényege, erre lennék kíváncsi öntől, illetve hogy Rákoskert is csatlakozik ehhez, de milyen módon, ez pedig a másik kérdésem önfelé. És nem is csak ez a postapont programhoz csatlakozik az önkormányzat, mert minden önkormányzat elmondhatja, hogy csatlakozik egy ilyen posta, egy állami cég által indított programhoz. A mi önkormányzatunk úgy csatlakozik ehhez, hogy támogatást is nyújt azoknak a vállalkozóknak, akik vállalják, az én esetemben, hogy Rákoskerten, a saját üzletükben, vállalkozásukban, lakásukban, nem tudok ma még konkrétumot mondani, hogy ki fognak pályázni, azért próbáltam itt tágra nyitni ezt a kaput, akik vállalják, hogy ott egy postapontot indítanak. Nekem van elképzelésem, hogy hol tudnék elképzelni egy postapontot. Nagyon fontos volt, hogy olyan helyszínt találjunk, ahol tömegközlekedéssel, autóval is, gyalogosan is könnyen megközelíthető lenne az a helyszín. Látok 2-3 ilyet, én egyeztettem is már vállalkozókkal Rákoskerten, és abban bízom, hogy a képviselőtestület elfogadta ezt a támogatási programot, 600 ezer forint támogatást adnánk egy olyan vállalkozótnak havi szinten, aki vállalná Rákoskerten, hogy egy ilyen postapontot elindít, hogy az egyik ezek közül, akikre én gondolok, be is adja ezt a pályázatot. Ha ő beadja a pályázatot, akkor az képviselőtestület nyilván erről dönteni fog. Ha több pályázat van, akkor ki kell választani a legmegfelelőbbet, utána szerződést kell kötnünk a postával, a vállalkozóval és az önkormányzattal. Három oldalú szerződésről van szó, és ha minden jól megy, akkor szeptembertől megindulhat Rákoskerten a régi kis postánk helyett egy ugyanolyan funkciókkal működni képes postapont. Hát én azt gondolom, hogy ha ezt sikerül megoldanunk, és nem 40 meg 50 millióért, mint más kerületeknek per épület, hanem mi akkor 7 millióból megoldanánk per év ezt a működését, ennek a postapontnak a működését, akkor ott levelet, csekket ugyanúgy föl lehet adni, el lehet intézni, csomagfeladás egyedül nem, hiszen ma már ezek a csomagautomaták Rákoskerten is több helyen elérhetőek, úgyhogy annak nincs értelme, nem lenne értelme, de minden olyan fontos dologot, amit a helyiek, leginkább az idősek egy postán intéztek el, azt tovább és el tudnák intézni helyben Rákoskerten.
nyomon követjük majd ennek a kezdeményezésnek az alakulását, mint hogy a többi beruházást is Rákoskerten, és én mindez nagyon sok sikert kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, illetve további eredményes és sikeres munkát is kívánok. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, meg tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!